Nézzük meg ezeket a szépséges garázsokat, amelyek annyira csodálatosak, és tulajdonképpen ez az ördövezetként tesz ezek. Nem volt parkírozó hely tervezve itten az elején. Ez egy tulajdonképpen udvart helyettesítő hely volt a tömbházlakók számára, és rendszerváltáskor felépítették ezeket a törvénytelenül ezeket a garázsokat, és azóta is az önkormányzat nem akarja lebontani. Sőt, amíg itt a tömbház, még lemegyünk, egy csodálatos dolgot fog majd még mutatni, amíg tehát lemegyünk, pedig elmondom, hogy több beadványom is volt nekem, hát itt vagyok én, a több beadványom is volt az önkormányzaton felé, hogy ezeket a garázsokat bontsák le, és az volt a válasz, hivatalos válasz, hogy a lépcsőház lakóival írassam alá, hogy azok le akarják, ők is benne vannak abban, hogy lebontsák ezeket a garázsokat, és akkor majd le fogják bontani. Jó vicc, Móricz, mert a tömbház lakótársaimnak a több mint háromnegyede, vagy minimum háromnegyede garázsokat tart itt fent. Például ezt itt velünk szembe, vagy kiléptünk a lépcsőházról. Itt van egy szép garázs. Itten egy, hogyha valaki felismeri ezt a szép rajzot, az valamikor egy Fallosznak a, most lekopott, úgy látszik, nem, a graffiti nem volt elég erős. Majd megnézzük a tömbházak háta mögött is, hogy mi van, de itt az a lényeg, hogy mivel, hogy itt vannak ezek a garázsok, és ez egy ilyen zárt teret képez emiatt ez a blokk közötti tér, tehát nem lehet ide belátni tulajdonképpen ebbe a gangba, tehát itt közvécének használják a csíkszeredai lakósok, közvécének, itt tessék megnézni ezt a húgyozást, a gyermekeim úgy nőttek fel, a kislányaim, hogy itt kellett végigmennünk, és itt járunk nap, mint nap, ezekkel a szép fal festményekkel, ugye lehet látni, mit ábrázol, ugye? Talán érthető és világos, egyértelmű az ábrázolás, aki nem értette meg itt, tehát aki valamiféle rókarcot lát ebben, és nem egy fallosz megint, egy fütyüt, ami ott lóg, akkor itt itt oda van téve az, hogy most már teljesen világos, hogy itt miről van szó, és persze a román lakótársainknak is a hozzáállása kérdéshez. Szerusz, hogy nézd meg, milyen szép húgyozó. Nézzek, hogy milyen szép húgyozás ezért. Igen, nézd meg. Itt a gyermekeink, itt járnak már éveken keresztül, kérlek szépen. És ez... akkor nézd meg. Hát ez azért kolera, van. Kolera. Hát persze. Hát a lepra telep. Hát nézd meg, ez húgyoz. Ezt ide pisilnek az emberek, érted, és nem hoznak semmiféle intézkedést, közönkormányzat, hogy ezt az egész dolgot megszüntessék. Ide kimegyünk, tehát itt látjuk ezt a lepra helyet, ezt a szörnyűséget, ugye, itt látjuk, akkor az ember kimegy és látja a csodálatos szép Csíkszeredát, amit tegnap voltam egy ilyen önkormányzati gyűlésen, valami problémám volt, mert nem akarják az konzulátus igazolványt elfogadni a jövendő feleségemtől, hogy az jó, az helyes. És ott látom, hogy csodálatos, fényes fényképek vannak Csíkszeredáról. Klórméz nincsen? Hát van klórméz, de ezt kérlek szépen, ezt úgy is meg lehetne állítani, hogy itten egy falat, én mondtam már mindenkinek, hogy ide egy álfalat kell húzni, és akkor készen van. Egy rész, más rész, tudod mi a helyzet? Az, hogy berakták oda azokat a garázsokat, látod? És le van zárva a tér, tehát az embernek nincs szégyen. Érzetem, egy ilyen belső intim térnek képzeli ezt az egészet, mert hogyha onnan átlátható lenne, és ide belátható lenne, de a garázsoktól nem tudsz ide belátni, érted? Így van. Akkor már nem pisilnének ide, mert én emlékszem, hogy rendszerváltás előtt ez nem volt. Na. Tehát ez akkor kezdődött, ez a közpisilde itten létrejönni 90 után, amiután a garázsokat felhúzták. Igen, így van. Na. És mondtam már... De ennyi pisiljetek itt. Hát igen, hát azt... Hát nézd meg. Ne. Tessék. Ne. Ide is kipisíltek, már belejárunk, belemenjünk, mindjárt még jön kettő ide. És tudom, mi az érdekes? Hogy reggel elvittem az autót javítani, akkor még nem volt itt.
Mikor jöttem vissza, akkor láttam. Hát itt is le volt pisíve, itt ne. Ez is le volt pisíve valamikor. Már megszáradt valamennyire. Na, úgyhogy ezt kirakom a honlapomra, ottan nézzék. Ebben ez is csíkszered, nem csak az, amit ott mutogatnak a fényképeken. Na igen, hát több arculata. Tessék? Több arculata. Így van. Na, és az az érdekes, hogy milyen szép ezért feliratok vannak ott aztán hátul. Megmutatom azokat. Hát de a rajzok azok egyértelműek, a rajzok, nem? Tessék? Na, még meg se lefilmezem a garázsokat csittain, amik vannak. Szerusz! Tehát így néz ki, ilyen szépséges ez a garázsor itt. És nem tudni, hogy az önkormányzat szóval tudni, mert érdekük van benne. Ugyanis ingyenesen, tehát akik a garázs fenntartók, azok az az igazság, hogy fizetnek. Fizetnek, de mire fizetnek? Az én területem, mert ez közterület. Ez az én területem is, tehát ez a lakóknak a közös területe. Na most a lakóknak a közös területére, aki garázst épített, annak van egy műhelye, van egy tárolóhelye, és mindene itten ügyesen szépen, és hogyha én be akarok jönni ide az édesanyámhoz eljön ez egy autóval, az már, ez nagyon ritka dolog, hogy három hely van, három kocsi hely van itt, hogy itt szabad legyen valami egy is. Azt is világosan mindenki tudja, meg kell nézni, hogy mekkora helyet foglal el egy egyetlen egy autónak a garázsa, és mekkora egy autó. Ugye, mi a különbség? Tehát egy garázs majdnem két autónak a helyét foglalja el, nem is egyét, hogyha benne van az autó. Ha nincs benne az autó, akkor az autó kívül is helyet foglal el, és a garázs meg ott van, amelyik önmagában másfél, vagy egy és három egyednyi autót foglal el, hogy most a kamerába nap belesüssön. Úgy, ezt a tömbházat már 25 éve nem tudták átadni, nem tudom miért. Tehát nézzük meg, hogy mi van a garázsok háta mögött is, milyen szép és csodálatos. Így egyébként szép lenne ez a blokksor, és itt minden gyönyörű szép lenne, hogyha nem lennének itt ezek a garázsok. De tessék megnézni. Mafia, Euró, mit tudom én, BMW, mindenféle érdekes felirat van itten, a gyermekek ezzel szórakoznak, hát ez persze máshol is ez van, csak persze nem kell nekik falfelületet adni éppenséggel, ennyire intim és rejtett falfelületeket, aztán túlfelül meg fogjuk látni, hogy milyen szép feliratokkal találkozunk. Gyönyörű, tehát ez a negyed gyönyörű lenne egyébként, ha mondom, ha ezek a garázsok nem lennének itt. Tehát akkor... Na, ilyen, jól néz ez ki. Megint a maffia. Szőkedamokos fasz. Ez a Szőkedamokos úr, ez a... ez az alpolgármester. Egyébként nagyon rendes ember. Én szeretem, kedvelem őt. Nincs semmi baj, de ő adta nekem ezt a választ, hogy nem értelmes. Hát minden, ami az RMDS hoz létre, és az RMDS-nek a kezében van, az mind értelmes. De hát, hogy lakótársaimmal gyűjtsek aláírásokat, hogy ők írják azt alá, hogy itt megint látunk egy fallosz ábrázolást, ugye, hogy tehát... Hogyha a lakótársaim beleegyeznek, hogy ők egyetértenek, a garázsokat le kell bontani, akkor ő lebontatja a garázsokat, másképp nem. És a lakótársaimnak a minimum fele, de több mint fele, minimum, maximum háromnegyede garázs tulajdonos. Persze, hogy nem fogják aláírni nekem azt, hogy garázsokat bontsuk le. És ez marad itt nekünk, és biztosítja a blokk aluljáróban ugye a közpisildének a fennmaradását, ami nagyon-nagyon gusztusos és nagyon-nagyon egészséges. Hát ennyi. Egyébként tényleg szép lenne Csíkszereda, ha ezek a garázsok itt nem lennének. Nehogy néz ki ez az egész. Milyen látvány fogadja az embert, amikor kijön a lépcsőházából, nem? Tessék megnézni. Ott is a feliratok. Nem ilyen jól néz ki ez a garázsnak az alja, és itt is persze le van pisílve, nyilvánvaló, hogy le van pisílve. Persze ez nagyon-nagyon jó egészséges, itt a város hangulatát is emeli.
és hogyha kimegyünk innen már, tehát amiket a képeslapokról szoktunk látni, a szépséges Csíkszeredán. Csak képességen van Csíkszeredának egy ilyen árnyi, sötét oldala is, amiről a polgármester urak nem nagyon... A piárosok, a polgármesteri hivatal piárosai nem nagyon szoktak erről nyilatkozni, nem szokták mutatni. Mondjuk ezek az álfalak is itt, nem tudom ezt az épületet miért nem lehet látni, hiszen már rendszerváltáskor, hogyha jól emlékszem, a váza megérti. Tehát ez a szépséges mi Csíkszeredánk, ami távolról is kívülről, és hogyha az ember elmegy a főtérre, akkor nagyszerű, de hogyha egy kicsit elmegy a blokksor háta mögé, azt látja, amit én mutattam. Nem kell ehhez különösebb kommentár, gondolom. Még talán annyit, hogy az is egy nagyon érdekes a városvezetők részéről, hogy ezt a szerencsétlen Kossuth Lajos utcát, erre kérem szépen mindenféle mutat, tehát a városnak azon a részén, ott az iskolán túli, ott a főtéren túli részét, azt mind tehát egyirányú utcák vannak azon, tehát azt jelenti, hogy beterhelték ezt a nyomorult kétsávos utat, ugye, aminek a szélére parkírozókat rendeztek, persze fizetéses parkolót, annak ellenére, hogy ez megint köztulajdon kellene, hogy legyen, ugye, amit egy cég, aminek egy cég, hogy mondjam, húzza a hasznát. Tehát az a lényeg, hogy minden be van nyomva erre a nyomorult Kossuth Lajos utcára, most csend van és nyugalom, mert szombat reggel lévén, de máskor dugók vannak, kérem szépen, egy ekkora kisvárosban nem szabad nagy dugók legyenek ebben az utcában. És ez azért, mert a város többi része ott csend, hónol és nyugalom, hiszen csak egyirányú forgalom van, nincs ott semmi probléma, egy békés, nyugalmas, csendes, szép, tiszta városnak a képét mutatja, hogyha ott átmegyünk hátra, én most gyalog nem fog elmenni addig, de hát nem is kell, azt filmezik eleget a filmstúdiók, a tévéstúdiók, azt nem filmezik, amit én az előbb elmutattam önöknek. Még ott van egy ilyen befejezetlen épület rendszer a művészeti iskola háta mögött, ugye, hogy a szakszervezetek művelődési háza és a művészeti liceum között. Még az sem lenne akkora probléma, mint ez, hogy itt vannak ezek a garázsok, és kérem szépen a garázsoknak a födésébe, vagy hogy mondjam, az árnyékába, vagy a garázsoknak a takarásába, itt ezekben, mert itt van még három vagy két ilyen átjáró a tömbházak alatt, ugye ezt úgy hívják, hogy a Romártasor régi hagyományos nevén, és itt ezekben az átjárókban a csíkszeredai polgárok közpisiüdét tartanak fent, olcsón, teljesen ingyen, és a mi gyermekeinknek a lelki világának a hasznára és az esztétikai ízléseinknek a kielégítése céljából Szőke Domokos úr és Antal Attila úr, és persze Rádúj Robert főpolgármester úr, hogy mondjam, gondoskodásának, atyai gondoskodásának köszönhetően. Ennyi volt a mai bemutatónk.